Ilyen még nem volt. Ha 5,5%-os lesz a gazdaság bővülése az idén, akkor a gyermekes családok visszakapják a befizetett személyi jövedelem adójukat. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Lehet, hogy ilyen még nem volt, de az elv az nem ugyanaz, mint a nyugdíjprémium esetében. Hogy látja? A nyugdíjprémium, jó reggelt kívánok, arról szól, hogyha növekszik a gazdaság, a nyugdíjasok, akiknek a nagy része értelemszerűen már nem dolgozik, nem maradjon ki a növekedés kedvező hatásaiból, tehát kapjon valami prémiumot. Nem biztos, hogy a nyugdíjprémium a legszellemesebb kifejezés, de nagyjából erről van szó. Együtt sírunk, együtt nevetünk. A nyugdíjasoknak köszönhetjük, hogy az ország eljutott oda, ahol most van. A most dolgozó emberek sikere is azon múlt, hogy a szüleik, nagyszüleik is becsülettel végezték a munkájukat, tehát ezért a éppen aktív nemzedék sikeréből jusson valami a nyugdíjasoknak is. Ez a nyugdíjprémiumnak a gondolata. Ha magas a növekedés értelemszerűen, akkor ez az összeg is magasabb, és most jó esélyünk van arra, hogy ha az újraindítás sikerül, akkor a nyugdíjprémium is jóval nagyobb lesz, mint ami korábban volt. De az elv akkor az, nem? Ha a gazdaság bővül, akkor lesz juttatás. Igen, ez az elv igaz, de a különbség az, hogy a családosok számára visszatérítendő adó, tehát egy családi adó visszatérítésről beszélünk, az azzal függ össze, hogy ők most éppen aktívak, és hogy ezt a pénzt ők keresték meg. Ugye mindig van egy olyan kérdés, ha jól megy az országnak, most még azért olyan nagyon jól nem megy, de a pandémia utáni visszatérése a gazdaságnak, az újraindulása azért lehet sikeres, tehát ez az időszak, ami előttünk áll, az év végéig az lehet igazán sikeres. De mire való a siker? Ez a kérdés ilyenkor. Vagyis mi legyen azokkal az erőforrásokkal, magyarul pénzzel, amit a gazdaság az ország normális működéséhez szükséges összegen felül képes előállítani. És akkor ilyenkor elszabadul a fantázia, mert hogy kinek és hogyan kellene pénzt adni, arra mindenkinek van 1001 ötlete. Általában a tippeket adók nem szokták saját magukat sem kifelejteni ebből a körből. Tehát ez egy értelmes és izgalmas vita. És az én válaszom erre a kérdése az, hogy a legegyszerűbb, ha visszaadjuk azoknak, akik megdolgoztak érte, különös tekintettel azokra, akik egyébként a válság idején a legtöbb terhet vitték. És abban én úgy érzem, hogy van közmegegyezés Magyarországon, hogy a válság során a legnagyobb terhet azt a családosok vitték. És hát akinek van gyermeke, az hat kapja vissza azt a pénzt, amiért megdolgozott és adóként befizette. Egy felső határt húzzunk, mindenki megkaphatja ezt az összeget, de csak az átlag jövedelmet terhelő adó mértékéig, az a maximum összeg, amit visszakaphat. Ez szerintem egy szellemes, igazságos és újszerű gondolat, de nemzeti konzultációra fogjuk bocsátani, mert egy ilyen megoldáshoz, ami még sosem volt, jó, ha sikerül elnyerni az emberek világos és egyértelmű támogató véleményét. Lesz nemzeti konzultáció, hamarosan megindul, ez lesz az egyik fontos kérdés. Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy hát ha ez olyan jó ötletnek látszik, és nem is volt még ilyen, akkor miért kell beletenni a konzultációba, de ön most magyarázatot adott arra, hogy miért van erre szükség. Lesz majd még azért vita erről. Lesz. Igen. Hát magyarok vagyunk. A konzultációba milyen kérdések kerülnek még a gazdaság újraindításán kívül? Hát ez egy alapkérdést kell először is tisztáznunk. Szeretném, hogyha ugyanabban a koordináta rendszerbe mozogna az egész ország, amikor a jövőről gondolkodik. Lehet véleményünk arról, hogy így lesz, úgy lesz, amúgy lesz, meg különböző dolgokat szeretnének különböző emberek, de legalább abban a koordináta rendszerben értsünk egyet, amiben megítéljük, hogy mi a jó, mi a hasznos, mi a rossz és mi a haszontalan. És ezért a legfontosabb kérdés az, hogy egyetérte az ország abban, hogy a válság után már nem, már mint a pandémia és a járvány után, nem ugyanaz lesz a világgazdaság és nem ugyanaz lesz az európai gazdaság, mint a járvány előtt volt. Mert hogyha nem ugyanaz lesz, akkor nem mindent ugyanúgy kell csinálni, mint korábban, hanem alkalmazkodnunk kell azokhoz a kihívásokhoz, amelyek előttünk állnak. A fölfogásom szerint nagy változások lesznek a járvány után. Tehát nem ugyanúgy áll helyre az európai gazdaság, nem ugyanazt a képet fogja mutatni, mint amit mutatott a járvány előtt. Ráadásul föl kell készülnünk arra, hogy ez a járvány nem az egyetlen volt.
a mi életünkben. Lesznek még járványok, én azok álláspontját osztom, akik azt mondják, hogy a járványok és a népvándorlások korát éljük, és ezekre a kihívásokra, az ebből fakadó kihívásokra kell fölkészülni. Tehát lesznek járványügyi kérdések, migrációs kérdések és gazdasági kérdések is egyszerre ebben a konzultációban. Igen, ha már a migrációt említette, az látszik, hogy ahogy jön a jó idő, megnövekszik azoknak a száma, akik szeretnének az Európai Unió területére bejönni. Akár a szárazföldi határoknál, akár a tengeri határoknál. Az is látszik, hogy azok az országok, amelyek úgymond a legnagyobb terhet viselik, Görögország, a déli államok, Olaszország, szeretnék, hogyha újra az asztalra kerülne az Európai Unióban a kötelező kvóta kérdése. Ezért kell újra föltenni ezt a kérdést az embereknek, amire már néhány évvel ezelőtt válaszoltak, hogy legyen legitimációja megint a kormánynak ellenállni Brüsszelnek? Migráns hadak dörömbölnek Európa szinte minden ajtaján. Tehát dörömbölnek a szárazföldi útvonalat lezáró ajtókon, és dörömbölnek a tengeri útvonalat lezáró ajtókon is. Ha most néztem át éppen a szakértőkkel a magyar számokat. Tavaly ilyenkor az illegális határátlépési kísérletek száma Magyarország déli határánál olyan 10 000 körül volt. Az idén 38 000 eddig. És hol van még az év vége? Tehát a helyzet az, hogy a migrációs nyomás nő. És ha önök, illetve a hallgatók nézik a tudósításokat Olaszországból és Spanyolországból, akkor láthatják a tengeri migrációs útvonal felől érkező nyomás növekedését is. Visszajön, elmegy a járvány kérdése egy időre, visszakerül a migráció kérdése az európai politika középpontjába. Magyarország álláspontja világos, sőt én keményíteni szeretném a magyar álláspontot. Ez lehetséges, mert ugye nagyon világos elutasító álláspontunk van a migrációra nézve, de most azt mondanám, hogy nem csak az illegális migrációt kell elutasítani, hanem a járvány miatt, mert a világ egyes részén a járványt nem fékezték még meg. Mi itt Magyarországon igen, és lassan Európában is megtörténik ez. Ilyenkor a migráció járvány idején különösen veszélyes. Tehát én azt javasolnám, hogy mondjuk 2 évig nem csak illegális, hanem semmilyen migrációt ne engedjünk. Ez szerepelni fog egyébként a konzultációs kérdések között. Nyilván ez nagy vitát fog kiváltani, annál is inkább, ugye, mert nem csak az egészségügyi hatásokról, nem csak a szociális rendszereknek a megterheltségéről van szó nyilván, hanem arról is, hogy nagyon sok ember Nyugat-Európában is elveszítette az állását. Hát tehát nekik lenne szükségük munkahelyre, nem? Hát hogy ne, ugye nem... Nem a migráció a fő témánk talán ma még, de hadd mondjam el azt, hogy ugye mindig van vita Magyarországon a migráció kérdéséről, és ez vagy összekapcsolódik a jó emberség kérdésével, tehát lehetünk-e jó emberek, miközben nem engedjük be a migránsokat Magyarországra. Kőből van-e a szívünk, vagy mi is húsvér emberek vagyunk, és nem csak szívünk, hanem lelkünk is van. Most ezért, mikor a migráció kérdése felerősödik, akkor az alapvetést, a kiinduló pontot nem árt talán megismételni. Tehát a magyar kormány fölfogása szerint a migráció úgy, ahogy van, eleve, filozófiailag rossz dolog. Nincs jó migráció, csak rossz migráció van. A migráció mindig arról szól, hogy az ember megszületik valahova, a jóisten rendelése szerint, és azon a helyen, ahova született, nem tud boldogulni. És úgy dönt, hogy miután ott nem tud elérni egy olyan életet, amit magának szeretne, ezért fölkerekedik és onnan elmegy. Esetleg el kell menekülnie, vagy gazdasági okokból egész egyszerűen egy másik helyet keres az élete számára. Ez nem jó dolog. A jó dolog az, hogyha mindenki ott boldogulhat, ahova megszületett. És ha segítenünk kell egymásnak valamiben, úgy egy országon belül, itt az elmaradott magyar régiókra is gondolhatunk, úgy európai összefüggésben, elmaradott európai régiók is vannak, és az egész emberiség összefüggésében, ha segíthetünk, akkor abban kell segíteni, hogy mindenki ott élhessen emberhez méltó életet, és saját számára is sikeresnek minősülő életet, ahova született. És ebben kell segíteni. Most persze van olyan, amikor háború, éhénység, vagy jó ég tudja milyen Isten csapása miatt az embereknek el kell menekülniük valahonnan. De a cél akkor se az, hogy ide jöjjenek és itt maradjanak, hanem ha el is kell onnan jönni, akkor nyújtsunk átmeneti segítséget, és talán küldjük őket vissza.
Mert az élet helyes rendje mégiscsak az, hogy a Jóisten mindenkinek adott egy talpalatnyi helyet valahol a világban, ahova megszülettél. És azért a helyért tartozó felelősséggel ott kell élni, ott kell dolgozni, azzal a néppel kell boldogulni, azzal a faluval, várossal kell élhető emberi életet kialakítanod. Ezért a migrációs politikának nem a migránsok befogadására kell, meg idehívására kell összpontosítania, hanem az átmeneti segítségnyújtásra, és azon a helyen segíteni létrehozni az emberhez méltó életet, ahova születtek. Ezért mondja a magyar kormány azt, nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni. És ebben gyengén teljesít Európa. Miközben engedik be a migránsokat, aközben nem fordítunk elegendő erőt arra, hogy újraépítsük ezeket az országokat, újraépítsük ezeket a városokat, ottól éhínség van és vízhiány, ebben nyújtsunk segítséget, tehát sokkal inkább a bajt hozzuk a saját fejünkre, ahelyett, hogy a segítséget vinnénk oda és osztanánk meg másokkal. Ez a kiinduló pontunk, és ebből nem akarunk engedni. Visszatérve a járványra és a gazdaság újraindítására, egészen pontos számok vannak már arról, hogy ez a bő egy hónappal való nyitás, amit Magyarország meg tudott valósítani itt Európában, ez mennyi pénzt jelent? És készült is már egy felvétel, vagy egy felmérés arról, hogy a magyar vállalkozók hogyan viszonyultak a válsághoz, hogyan próbáltak túlélni. És van egy nagyon érdekes megállapítás a kutatóknak, mert azt mondják, hogy megjelent a járvány ideje alatt a vállalkozás között a szolidaritás érzése. Tehát érezték, hogy nincsenek magukra hagyva, és ettől nem csak magukkal foglalkoztak, úgy tűnik, hanem odafigyeltek a másikra is. Nagyon nehéz kérdést tett most ön fel. Ez a keresztény kultúrának az egyik alapvető kérdése, hogy hogyan tud létrejönni lelki testvériség, együttműködés, szolidaritás és barátság az emberek között. És az a helyzet, hogy számos történelmi eset bizonyítja, hogy a szűkösség meg a baj az nem bezárkózást eredményez, nem elszigetelődést eredményez, nem a csak magamra számíthatok életösztönyét erősíti föl, hanem ha Jóisten is úgy akarja, és kapunk valami segítséget ehhez, akkor hirtelen az emberek közötti kapcsolatrendszerek is megváltoznak, szeretetteljesebbek lesznek a kapcsolatok, jobban lehet számítani hirtelen a szomszédra, a munkatársra, vagy éppen a munkaadóra. És a vállalkozók világában valóban van most valami, ebben egyébként a Kereskedelmi és Iparkamarának elévülhetetlen szerepe van. Van valami, ami arról szól, hogy nem egyenként kell csak boldogulni, bár ott a vállalkozások taposó, nehéz, kemény világában egyenként is helyt kell állni, hanem hogy segítséget is kell nyújtani egymásnak. És a Kereskedelmi és Iparkamara ragyogó javaslatokat dolgozott ki, különösen most, hogy a olajár emelkedések miatt a világban mindenhol a pénzromlás, az infláció ütemben megnövekedett, ugye 70 dollár fölött van az olajár, nem régen ez még 31 néhány dollár volt, és ez viszi fölfele az árakat, és ezért a jegybanknak a lehetőségei, hogy olcsó hitelt adjanak a vállalkozásoknak, beszűkültek, és most a vállalkozók összeálltak, a Kereskedelmi és Iparkamara összeszervezte őket, és kidolgozták azokat a javaslatokat, hogy hogyan tudna a kormány segíteni nekik, hogy ők meg egymást segíthessék, és a fix kamatozású, olcsó, hosszú lejáratú hitelekkel tudják túlélni a nehéz időszakot a vállalkozók, ami nem a vállalkozók belügye, mert végül is ők adják a munkát mindenkinek. Tehát amikor a kis- és középvállalkozásokról beszélünk Magyarországon, akkor az ott alkalmazásban álló magyarokról is beszélünk. Munka csak akkor van, hogyha a vállalkozások munkát tudnak adni. Én várom továbbra is, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara Parrag elnök úr vezetésével újabb és újabb javaslatokat tegyen le a kormány asztalára. Általában ezek nagy része életképes, meg tudjuk valósítani. Most is indítunk egy ilyen nagy hitelprogramot a KAVOSZ segítségével. Ugye nem a csoda kategória, hanem teljesen nyilvánvaló, hogy azért tudott Magyarország korábban nyitni, mert olyan vakcinapolitikát folytatott, amit folytatott. Nyilván ennek a következménye ez, de azért van még itt 137 ezer olyan ember, aki nem vette föl az első oltás után a második oltást. Most azzal, hogy azt mondták, hogy ha lejár a második oltás határideje, akkor kihúzzák őket a névsorból, ez elég nyomás lesz arra nézve? Hogy látja, hogy elmenjenek és beadassák a másodikat? Nem tudjuk meg. Nézze, felnőtt emberekről van szó, tehát én óvatos vagyok az eféle nyomásgyakorlással, mert hát mégis felnőtt emberek vagyunk, mindannyian
a saját sorsunkért magunk vagyunk felelősek, a gyerekeinkért is magunk vagyunk felelősek. Tehát szerintem a magyar emberekben van felelősségérzet. De úgy tűnik, hogy nem mindenkibe. Mert fölvenni az első oltást, majd utána azt mondani, hát javult a helyzet, én is jól vagyok, az első oltás is 80% fölötti védettséget adhat, a másodikat már nem akarom fölvenni. Úgy látom, hogy van 131 néhány ezer ilyen ember. Van köztük persze néhány kivétel is, akik valószínűleg azért nem vették fel a második oltást, mert mondjuk valamilyen bajuk lett, nem az oltástól, attól függetlenül, és azt mondta a házi orvos, hogy most várjunk. Nem vegyük, persze várjanak. Tehát ebben a 137 ezerben szerintem vannak olyan emberek, akik egészségügyi okokból várnak. De a nagy többsége nem hiszem, hogy ilyen lenne. Erről persze nincs pontos kimutatás. Most mindenkit arra kérünk, hogy vegye fel a második oltást, ha már fölvette az elsőt, mert ha nem, akkor kénytelenek leszünk törölni a védettségi kártyáját, le kell őt húzunk a védettségi listáról. Persze, ha valaki egészségügyi okok miatt került ilyen helyzetbe, azokat nem fogjuk lehúzni, de valamit azért tenni kell. Még egyszer mondom, a kormányok nem dolga, hogy az embereket noszogassa, de egy ilyen helyzetben talán mégiscsak elfogadható, hogyha valamilyen ösztönzést alkalmazunk. Ez esetben a biztonságos beoltott emberek listáról való törlés tűnik ilyen eszköznek. Most, hogy úgy tűnik, hogy túl vagyunk a nehezén, bár óvatosan fogalmazunk, 10 napos rendkívüli fizetett szabadságot ad a kormány azoknak az embereknek, akik részt vettek a védekezés komoly és nehéz munkájában. Itt az ápolóktól elkezdve a rendőrökig, a szociális munkásokig, a mindenki, aki ebben dolgozott. Ez kb. 170 ezer embert jelent, így számolnak. De fölmerül a kérdés, hogy nagyon örülnek ennek a bizonyos 10 plusz nap szabadságnak, de vajon ki tudják-e majd venni? Mert azért feladat nyilván van most is. Ezek az emberek, akikről most beszélünk, rengeteget dolgoztak az elmúlt 16 hónapban. Ugye nem csak azokat viseli meg a válság, akiknek valamilyen közvetlen anyagi nehézségük fakadt a beszűkülő gazdasági lehetőségek miatt, bezárt az étterem, és ott dolgoztak, vagy szállodai is így tovább, hanem azokat is, akik nem vesztették el az állásukat, sőt, még azokat is megrángatta a válság, akik egyébként akár még többet is keresnek most, mint a válság előtt. Na de a meló, a munka, amit el kellett végezni, az sokkal több volt, sokkal nehezebb, és veszélyes körülmények között történt mindannyiunk számára. Tehát én is 16 óráztam. Tehát az én fizetésem nem változott, sőt, inkább talán valamit emelkedett. Na, de engem is megrángatott, mert 16 órázni azért eszi az embert. És szerintem nagyon sokan vagyunk ebben az országban, különösen akiknek a védekezés miatt dolgozniuk kellett, hogy se vasárnap, se hétvége, se gyerek, szóval oda kellett állni. Különösen, amikor a hullám, a járvány hullám fölfele ment, akkor nem volt mese, mindenkinek bele kellett állni ebbe a küzdelembe. Tehát elfáradtak az emberek. És most megtehetjük, mert most úgy tűnik, hogy legyőztük a harmadik hullámot, most megtehetjük, hogy kiadjuk ezt a 10 nap szabadságot, és kérem is, hogy vegyék ki. Tehát egy dolog, hogy mi kiadjuk, de vegyék ki, mindannyiunkra ráfér ez a plusz 10 nap. Abban mit gondol, milyen szerepe lesz a kamarával való megegyezésnek, hogy ezt a bizonyos 200 ezer forint értékhatáró minimálbért el tudják érni? Hát most 167 ezer forint a minimálbér, ez ilyen 33 ezer forint körüli emelést jelent majd. Hát ez egy furcsa kérdés. Én akkor először ilyen politikusan fiatal korban voltam miniszterelnök, még 98-ban. Akkor a minimálbér valami olyan gyalázatosan alacsony volt, mikor ott a 28.500 forint volt, tehát, és abból lett 50 ezer. Igen, és azt iszonyatos munkában 4 év alatt sikerült megemelni. Zárójel, a választást ettől függetlenül persze elvesztettük, tehát a minimálbér emelés önmagában politikai sikert nem hoz, de hát akkor is egy nagyot emeltünk rajta. És aztán most 2010-ben szintén, hát rásült a deviza hiteles kétségbejtő helyzet miatt talán még nagyobb nehézséget jelentő alacsony minimálbér szint is elfogadhatatlan volt, tehát nagyot emeltünk rajta. De még mindig nem elég. Tehát azt kell mondanom, hogy ha igaz, hogy a járvány után a legfontosabb elvárásunk a gazdasággal szemben
az lehet majd, hogy biztonságot adjon a családoknak, hogy biztonságot adjon a munkahelyeket tekintve, hogy biztonságot adjon egészségügyi értelemben, tehát legyen például saját vakcinák. Tehát ha egy biztonságosabb, kevésbé törékeny gazdaságot akarunk látni, akkor a családoknak is nagyobb biztonságban kell lenniük anyagi értelemben. És akik a legkevesebbet keresnek, azok vannak mindig a legbizonytalanabb helyzetben, tehát őket kell megerősíteni, ha biztonságos gazdaságról beszélünk, ezért a minimálbért meg kell emelni. A baj az, hogyha, mert olyan, ha ez csak akarat kérdése lenne, akkor könnyű lenne. Akkor valószínűleg sose lett volna alacsony. De nagyon nehéz azt az összhangot megtalálni, hogy magas minimálbért próbáljunk adni, és közben a kis és középvállalkozások ne menjenek tönkre. A nagyok nem fognak, ha jól megy a gazdaság, és most jól fog majd menni az újraindítás. Szijjártó Péterik jól csinálják, és miért is ne tennék. Tehát a kis és középvállalkozóknál állásban lévő emberek, ha nagy minimálbéremelés van, elveszíthetik az állásukat, mert ha egy vállalkozás nem tudja kigazdálkodni a terheket, idejezve a bérterheket, akkor elbocsát. Tehát a jó szándék könnyen vezethet ellenkező eredményre. Ezért úgy kell emelni a minimálbért, hogy közben meg kell állapodni, alapvetően ismét a kereskedelmi és iparkamarával, meg kell állapodni a kis- és középvállalkozások képviselőivel, hogy ők ki tudják-e ezt gazdálkodni, és ha nem, akkor milyen segítség kell az államtól nekik, hogy mégis ki tudják gazdálkodni. Én ezt végig évekig tárgyaltam Demián Sándorral, aki Isten nyugosztalja, korábban képviselő volt a magyar vállalkozóknak, és hosszú hetekig tárgyaltunk arról, hogy hány százalék hogyan a béreket terhelő járulék, ha abból levesz a kormány, akkor ők mennyi bért tud emelni, és nagy erőfeszítések árán meg tudtuk találni azt a útvonalat, ahol jelentősen nőtt a minimálbér, és egyetlen embert sem kellett elbocsátani. Na most itt is ez a feladat. A 200 000 forintos minimálbér szerintem az a határ, amit mindannyian szeretnénk. Senki nem gondolta volna évekkel ezelőtt sem, hogy ez valaha is elérhető lesz, hogy Magyarországon a 200 000 forintot meghaladhatja a minimálbér, de most ezen dolgozunk. Arról nem beszélve, hogyha a minimálbér 200 000 forintot majd eléri, akkor a garantált bérminimum, amely a szakképzettséggel rendelkező emberekre vonatkozik, az még ennél is magasabb lesz, és ez a két hatás, a minimálbér és a garantált bérminimum együtt fölfele fogja nyomni általában a béreket Magyarországon. De sose tudja eléggé nyomni, mert bérből sose elég. A fizetés, olyan, hogy elegendő az ember fizetés, én még ilyet nem hallottam. Mindig van följebb, minden számhoz lehet még egyet hozzáadni, és ez helyes, törekednünk is kell arra, az emberek minél többet keresessenek. Ma kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság. Nem tart attól, hogy ez a bajnokság nem a játékról fog szólni, hanem arról, hogy ki térdel le a pályán, és ki nem? Több veszély is fenyegette ezt a játékot. Ez egy összeurópai nagyszerű játék. Mindannyian benne vagyunk. A magyarok részéről, miután hosszú ideig kimaradtunk ebből, az, hogy ott tudunk lenni, is egy óriási teljesítmény. Hát utolsó szalmaszálat ragadtuk meg itt az izlandiak ellen, akik egy nagyon szimpatikus csapat egyébként. Szoktunk nekik szurkolni, de most egyáltalán nem bántuk, hogy ők nem lesznek ott az EB-n. Szóval nehéz ide bekerülni, ez most sikerült. Fenyegette ezt a nagy összeurópai játékot, először is a járvány. Talán a jóisten úgy tűnik, megsegít bennünket. Magyarországon biztosan, tekintettel arra, hogy elmehetünk a mérkőzésekre, már aki beoltotta magát. Azért Nyugat-Európában a helyzet nem így áll. Ott korlátozások lesznek. Mi fogunk, magyarok játszanak majd Münchenben is, ott, ha jól látom, hiába van egy hatalmas arénájuk, mégiscsak töredékét engedik majd be azoknak az embereknek, akik beszeretnének jutni. Tehát fenyegette a játékot a járvány. Aztán fenyegeti az ideológiai zűrzavar, ami ha jól értem, a egykori rabszolgatartó társadalmak és államok lelki öröksége, őket nyomasztó lelki örökségének az eredménye, ez a térdeplés, amit ugye a futball az a sportról szól, és oda nem tartozó dolgokat nem szabadna fölengedni a pályára. Tehát én megértem, hogy néhány országnak most különösen ilyen politikai mozgalomszerűen lelkiismeret furdalása van, és próbálja ezt a morális terhet valahogy elviselni, és nyilván azt gondolják, hogyha mindenki vállalna ebből a teherből, akkor ők is könnyebben viselnék. De ez nem így van, mert az ő terhük, például mi magyarok sose voltunk se gyarmattartók, se rabszolgatartók.
Nekünk nincs ehhez kapcsolódó morális, lelkismereti problémánk. Szurkolunk nekik, hogy ők megbirkózzanak ezzel, de ne hozzák fel a futballpályára, mert ott ennek nincs helye. Az egész térdeplés a magyar kulturális közegben egészen mást jelent. Például a sportpályán letérdelni az is egy probléma a magyaroknak, és szerintem nem csak nekünk, hanem minden közép-európai országnak, hogy büszke népek vannak. És a nemzeti meszt viselő játékostól mi nem azt várjuk, hogy megadja magát. Mi azt várjuk, hogy menjen ki és harcoljon. Ha tud, győzzön, és ha nem tud, mert ha úgy hozza a helyzet, akkor ezzel is szembe kell nézni, akkor állva halljon meg. De nem térdelhet le. Állva kell meghalnia. Azért képviseli ő a nemzetet, mert ő az, aki erre képes, különb, mint mi. Nem kérhetjük tőle, hogy viselkedjen gyengébben, mint ahogy egyébként mi magunk viselkednénk. Szóval ezért az egész dolog térdeplősdi, ez szerintem egy elhibázott ötlet, miközben a magja egy nagyon komoly történelmi, filozófiai bajokból származó lelkismert furdalása a rabszolgatartó és gyarmattartó népeknek. Milyen jó, hogy legalább ez a baj elkerült bennünket, és mi sose tartoztunk ezek közé az országok közé. Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.